Folytatják tevékenységüket az Óbecsei Zdravko Glozsánszki általános iskola tanulói. Az intézményben demokratikus a hangulat, ápolják a toleranciát és a kultúrát. Az iskolában több csoport is működik, egyik a kortárs csoport, amelyben az ötödikes és hatodikos tanulók vesznek részt. A diákparlament munkájába a hetedikes és nyolcadikos tanulók kapcsolódnak be. A TIPIDI csapat a diszkrimináció megelőzésére kialakított csapat, de a Fórum Színházban, a Design for Change mozgalomban és sok más aktivitásban és programban is részt veszünk. Nehéz kiválasztani egyet azon programok közül, melyekben legyünk benne. Számomra talán a legérdekesebb a paralimpiai nap volt és a TEDx beszédek, amelyek nagy hatással voltak rám, hiszen más oldalukról is megismertem az embereket. Az iskola tanulói Európa több országából érkező diákokkal együtt a svájci Pestalozzi Alapítvány októberi programjába is bekapcsolódtak. Minden nap aktivitásokban, előadásokban volt részünk, amin belül önismeretet, önfejlesztés és a csapatmunkát gyakoroltuk. Hétvégente pedig nagyon szép kirándulásokban volt részünk, és mindenki nagyon élvezte. Az iskola már 8. éve megvalósítja az Európa Tanács és a Minisztérium minőségi oktatás mindenkinek elnevezésű projektjét. Az idén mind az 5 a másik általános iskola is bekapcsolódott, tehát a mentoraik vagyunk. Ebben az iskolaiban nekik is akciótervet kellett kidolgozni, úgyhogy ők is a saját iskolájukban fejleszthetik. Ezt ugyanakkor mi olyan aktivitásokat csinálunk most már a 8. évben, hogy az egész közösségnek megnyitjuk kapuinkat. Az iskola diákjai több nemzetközi projektben aktívak, a Journey of Change program által Indiába is eljutottak, őszre pedig a svéd The Cube programhoz csatlakoznak, amelynek keretében az emberi jogokkal foglalkoznak.